pára csökkentéssel kapcsolatos sorozat következő részeként. Most nézzük meg azt, hogy ha már kialakult egy adott helyzet, és nagyon nagy a páratartalom, mit lehet tenni, mire érdemes figyelni. Ugye telepíthetünk egy olyan központi szellőzőt, egy olyan gépészeti egységet, ami elvezeti ezt a párát, de ugye ez alapvetően azért a teljes pára kezelést nem tudja megoldani, legfeljebb időszakosan vagy csökkenteni, vagy folyamatosan kismértékben tudja ezt csökkenteni, hiszen itt van egy adott pára nyomás belül, ez mindenképpen kifelé törekszik, és vagy a födémen, vagy a falakon keresztül megpróbálja elhagyni az épületet, és közben azokon a szerkezeteken legyen szó födémről, vagy falról, keresztül vándorolva, valahol, ha lecsapódik, ott nedvesedést okozhat. Tehát minden esetre a gépészeti egységgel segíthetünk, de nem tudjuk teljesen megoldani ezt az egészet. Minden esetre érdemes figyelni rá, hogy egy külön gépet teszünk be, vagy egy egyszerű fali átvezetőt teszünk be, vagy az ablakokba telepítünk részszellőzőt, esetleg mindezekből olyat, ami automatizált, hogy a kellően lusta ember esetén is megoldást adhasson. Minden esetre ezek az egységek mind segíthetnek. Segíthet az is, hogyha mondjuk zuhanyoztunk, vagy a konyhában nagyot főztünk, akkor azok a szellőzők, amik ott vannak, vagy akár szagelszívók, amik ilyenkor pára elvezetésként is működnek, azok pára kapcsolósak, tehát akkor kapcsolnak be, amikor nagy párát hoztunk létre, tehát nem időzítve egy perccel később lekapcsolnak, hanem addig mennek, amíg a pára fennáll, vagy az adott nagyon mennyiségű pára terhel is fennáll. Ez mindig az a fürdőre és a konyhai elszívókra, hogy érdemes ilyen párakapcsolósat telepíteni, illetve figyelni arra, hogy tudatosak legyünk, tehát ha csináltunk egy nagyobb dunsztot a lakásba, akkor ezeket automatikusan kapcsoljuk is be, vagy tudatosan kapcsoljuk is be, hiszen nem csak akkor kell működtetni, amikor éppen kezet mostunk, hanem ha nagyobb páraterhelést csináltunk, akár a konyhában, akár a fürdőbe, akkor ezeket bizony működtessük tudatosan, azért, hogy ez a többlet pára elvezetésre kerülhessen minél gyorsabban. Aztán figyelni kell arra is, hogy ez a megjelent pára hol tud lecsapódni, hol tud galibát okozni. Ilyenre jó példa a bútorok, erről már korábban voltak videók, hogy a bútorok mögött ezek a penészedni tudó felületek könnyen ki tudnak alakulni. Tehát figyeljünk arra, hogy lábokon álljanak a bútoraink, tudjon jól átszellőzni, tehát ne toljunk semmit rá a falra, ha lehet, illetve ne alakuljanak ki olyan zugok, olyan rossz bútorozású helyiségek, szobák, ahol nem tud minden fal kellően száradni, kellően kiszáradni, kellően levegőhöz jutni, kellően a meleg fűtés le tudja nyaldosni a ott kialakuló párát esetleg. Tehát ezekre figyeljünk, hogy a túlzott lom, a sok bútor, a túlbútorozott helyiségek mind-mind problémát okozhatnak, illetve hát ami meg érdemes mindenképp figyelni, az ablakok és környezete, amiről majd a következő videó is aztán szól.